Szeretettel köszöntök mindenkit a ma délutáni első beszélgetésen. A beszélgetőpartnerem Ferenc Győző, a Radnóti Monográfia szerző, legalábbis több mindenek a szerző, de most ebben a minőségében van. Itt Szilágyi Zsófia, a Moritz Monográfia szerző, és Halasöti József, a Szervantal kötet szerzője. Ennek a beszélgetésnek az a némiképpen enigmatikus címe van, és ezt a beszélgetőpartnereimmel is megbeszéltük, hogy némiképpen homályos, hogy tudnék, a szerző jobban tudja, és kérdőjellel a végén. És akkor engem azért rejtett zavarba ez a cím rögtön, mert hogy miféle szerzőről van szó, mit tud jobban, kinél tudja jobban ráadásul ezt a tudását. És mondjuk nekem nagy szerencsém, hogy kérdezőként vagyok jelen ebben a beszélgetésben, úgyhogy tőlem semmiféle tudás nem várható eletéren. Annál inkább a beszélgető társaimtól, akik nek köszönhetően, remélhetően, és akkor legyen ez az egyik tétje a beszélgetésnek, fény fog derülni arra, hogy mit is rejt tulajdonképpen ez a cím, hogy a szerző jobban tudja. Kezdjük tehát akkor innen a monográfus szerzők tudásától, vagy hát fogalmazhatunk úgy is, hogy tudásaitól, mert az én olvasatomban a három monográfia egy csomó ponton eltér egymástól. Másfajta narratív mintázattal dolgoznak, másfajta argumentációval érvelnek, és a nyilvánvalóan az az elméleti bázis, azok a teoretikus prekoncepciók, amikre építik a munkájukat, azok is meglehetősen különböznek. Most ebből az is következik egyfelől, hogy a monográfus szerzőnek az önpozícionálása, az én képe, az eléggé sokféle lehet, illetőleg azt is jelenti ez a dolog, hogy az élet és az életmű viszonyának a reprezentálhatósága az marha sok lehetőséget rejt magában. Hogy tehát milyen az élet és az életmű viszonya tulajdonképpen, bár én ezt nem tudom, ezt jobban tudjátok, tehát ez az egyik tétje egy monográfiának, hogy hogyan tudom reprezentálni az életnek és az életműnek a viszonyát. Erre eszembe jut, ezt nem teoretikus módon, hanem egy szép irodalmi allegóriában, hogyha lehet így fogalmazni. Ez már a 80-as évek elején Eszterházy pedzegette ezt a kérdést a Fogadós naplója című szövegében, amikor ugye azon morfondírozik a fogadós, hogy mi a kapcsolat a nap és a napló között. Van egyáltalán nap, vagy csak a napló van, de hogy akkor mi a helyzet a naplóíróval. Szóval tulajdonképpen ezek a kérdések lennének azok, amelyekről én szerintem beszélgetni fogunk a későbbiekben. És ezt úgy gondolnám felvezetni, hogy néhány ponton szeretném érinteni azokat az eltéréseket, amelyek az én olvasatomban a három monográfiát elválasztják egymástól. Előre is elnézést, hanem a leglényegesebb pontokat fogom én kiemelni, tehát a monográfia szempontjából leglényegesebb pontokat, hanem azokat, amelyek ennek a beszélgetésnek a szempontjából lehetnek fontosak. A Radnóti monográfiát azzal a mondattal kezded, hogy Radnóti Miklós életműve élet és költészet ritka egységét teremti meg. Szerintem ez egy módszertani alapvetés tulajdonképpen, amire épül aztán a későbbiekben az egész argumentáció, és most nem a saját véleményemet mondom, de hogy ezzel kapcsolatban említették a kritikusaid, hogy az életút narratívát te egy olyan narratívának tekinted, amelynek a kötetek csupán ilyen útjelző karói, meg hogy a művek tulajdonképpen dokumentumokként szerepelnek a szövegedben. A Zsófinak a monográfiájában meg azt olvashatjuk, hogy élet és szöveg párbeszédéről fogsz beszélni, mármint hogy írni a monográfiában. Az én olvasatomban ez meg nem egy egyértelmű megfeleltethetőséget jelent, tehát az élet és az életmű között, hanem egy ilyen viszonylag képlékeny jelentéstermelő dialógust. És ezt az olvasatot erősíti, amikor későbbiekben azt írod a kötetedben, hogy nem lehet életrajzként olvasni Móricz regényeit. Én itt látnék egy elmozdulást vagy elcsúszást a Radnóti monográfia teoretikus alapzatához képest. A Szervantal könyv meg egy Salinger idézettel indít, pontosan ez egy mottóként használod föl, amiben az elbeszélő omnipotenciáját, jelen esetben nyilvánvalóan ez vonatkozik a monográfus elbeszélő omnipotenciájára, tehát hogy ezt relativizálod, vagy ezt kérdőjelezed meg. És ráadásul az első fejezet azt a címet viseli, hogy arcképzés, amit én is, meg gondolom más is, tud olvasni, vagy tud értelmezni egy olyan kódként, egy olyan utalásos kódként, ami a poldémani arcfosztást, vagy arcrongálást involválhatja. Tehát, hogy akkor ezen keresztül is, mint hogyha előre bejelentenéd ennek a monográfusi elbeszélői technikának, vagy argumentációnak a viszonylagosságát, vagy viszonylagos voltát. A Moritz monográfiában Zsófi is foglalkozik ezzel a
problematizálással, tehát hogy hogyan kell monográfiát írni. De még a Cervantes monográfiában, az én olvasatomban ez a viszonylagosítás az elsősorban különböző kulturális kódok, elbeszélésformák egymásba játszásán vagy tovább csúsztatásán keresztül működik. A Zsófinál metanarratív szinten is megjelenik a monográfiában. Tehát amikor az elején azon morfondírozó, hogy hát mi egy monográfiának a formája, mi a szerepe egy monográfusnak, a végén meg azon, hogy hogyan kell befejezni egy monográfiát, tehát hogy mikor ér véget egyáltalán egy szerzőnek az életútja. Mert ott nyilván véget ér a monográfusnak a munkája is. Tehát, hogy ezeket a különbségeket ezeket beleveszed a könyvedbe. A Radnóti monográfia, és most már csak néhány szó a zárlatról a három monográfia esetében, ugye a költő utolsó megrázó versét elemzed, rendkívül körültekintő, precíz, alapos, mindenre kiterjedő figyelemmel. Ebben a fejezetben egyébként, mint hogy a több narratív forma is egymásba fonódna, mert szerintem az az utolsó fejezet, amikor az utolsó Razlenicát elemzed, az egyszer egy ilyen holokausz narratíva, egy társadalmi rajz, egy lélekrajz, egy krimi is van benne. De hogy ezeknek a narratív szálaknak, hogy összefonódnak, én szerintem együttesen az a tétjük, hogy abszolút hitelesen, referenciális módon tudjad rögzíteni a költő utolsó életszakaszát, vagy utolsó pillanatait. Tehát, hogy a szöveg mögött, mert hogy kvázi ez a Razglednicák elemzéséről szólna ez a fejezet, tehát, hogy a szöveg mögött, mintha vissza lehetne jutni a nyers valósághoz, hogy ez lenne a tétje, a referencialitás elérése. Érdekes, hogy a szerb monográfia is egy utolsó verset, ugye szerben tartó furcsa módon, egy utolsó verset elemez, de hogy a győző stratégiájától eltérően ez az elemzés, ez a verselemzés, az Orpheus jelölőn keresztül, ugye ezt a címet viseli a Cervantes utolsó verse, tova lavírozik mindenféle mitoszok, kulturális kódok irányába. Vizsgálod, hogy a holokausz narratívákban az alvilág szimbolikájának miféle szerepe van, és így tovább. És ott ráadásul az utolsó fejezete az meg azt a címet viseli itt a Cervantes monográfiában, hogy a sötétség mélyén, ami megint egy kulturális kód, ugye a Joseph Conrad nagyszerű kis regényére utaló kódként értelmezhető. És hát itt nyilván megint az összeolvasásnak, vagy a szövegek egymásba játszatásának marha sok lehetősége működik. Tehát nem csak egyszerűen az, hogy ugye, amit mindenki tud, hogy a borzalom, ugye a Zihárőr, a középponti magva a Sötétség mélyén című Joseph Conrad szövegnek, hanem hogy hát vannak olyan olvasatai ennek a Joseph Conrad kisregénynek, hogy az értelmezhető egy szimbolikus utazásként a szubjektumon belül, ezzel párhuzamosan a kultúrán belüli, egy kultúra mélyére történő utazásként, és így tovább. Tehát, hogyha ezt összeolvassuk a Cervantes utolsó napjával, vagy annak a korszaknak a leírásával, amelyben ugye Cervantes az utolsó életszakaszát töltötte, akkor megint vannak itt mindenféle összeolvasási lehetőségek. És végül a Moritz monográfia zárlata. Erről szeretnék még néhány szót, hogy itt is a Moritz halálának pontos reprodukálása az, ami igényként fölmerül az utolsó részben, de hogy itt pedig, és ez egy harmadik stratégia az előző kettőhöz képest, ilyen, azt gondolom, hogy ilyen novellisztikus retorikával leginkább, sőt, én azt gondolom, hogy itt a szerzőnő detektív regények iránti vonzalma, és mintha fölmerülne az utolsó fejezetben, egy kicsikét olyan volt nekem ezt olvasni, mint amikor a Miss Marple összehívja a szereplőket a könyvtárszobában, és akkor felveti azokat a lehetőséget, hogy hogyan történhettek volna a dolgok, és elmondja, hogy végül is mi volt az egyetlen helyes megoldás. Tehát, hogy beszélsz te is arról a mítoszról, hogy ugye ez Adi könyvvel a kebelén hunyt volna el Móricz, egészen addig, hogy a fasizmus áldozataként is értékelték bizonyos mítoszképző narratívák. Tehát ennyiben látnám, és tényleg nem ez a lényege, vagy nem ez a valószínűleg a legfontosabb pontja ennek a három monográfiának, de hogy próbáltam összeíteni néhány olyan különbséget vagy eltérést, ami élet és életmű reprodukálhatóságát jelezhet. És most átadnám a szót, hogy mi a véleményetek, ti hogy gondoljátok, van egyetlen helyes módja élet és életmű viszonyának, egy monográfiában történő reprodukálásának? Nem. Igen, tehát nem.
mint hogy időben én vagyok az első, ezért akkor én szólalok meg először. Az utolsó kérdésre válaszolva, hát természetesen nincsen egy helyes módszer, de hát erről nem, sokat nem érdemes beszélni, sokféle monográfiát lehet írni, és azt gondolom, hogy sokféle érdekes monográfiát, vagy jó monográfiát, hogy így mondjam, ami a maga módján helytálló. Ha a címről beszélünk egy pillanatra, én is visszatérek, hogy a szerző jobban tudja. Én először azt képzeltem, hogy a szándék, ugye az intentional fallacy, a szándék az, talán az volt emögött, hogy mint hogy itt az önéletírás volt a főcímben, hogy az egy író önéletírását használhatjuk-e naív kritikátlansággal, vagyis hogy a szerző jobban tudja-e, hogy mi történt ő vele, mint mondjuk az életrajz szerzője. De aztán Gábor rávilágított, hogy ez talán nem így van, és hogy én, mint monográfia szerző tudom-e jobban. Úgyhogy a cím valószínűleg a kettő között, vagy mindkét szempontból értelmezhető, és akkor majd valami ki fog erről is derülni. Ugye nekem angolos hátterem van, én az angol tanszéken dolgozom, ott tanítok irodalmat, és feltehetőleg ez a sok évtizedes kölcsönhatás közre játszik abban, hogy a monográfiának a esetleges elméleti alapjait én nem gondoltam úgy, hogy feltétlenül láttatni kell engedni, nem doktori disszertáció ez, hogy az első fejezetben el kell mondani, hogy pontosan kire is, vagy milyen kategóriák mentén dolgozom, de hogy ez nem is, ahol én nevelkedtem, ott ezt nem kell feltétlenül, kiderül az. Viszont az angol szász irodalomtudományban nagy hagyománya van, mindenütt, de az angol szászban azért ott elég jelentős hagyománya van az életrajzírásnak, monográfiaírásnak, ugye a 17. században már van az Isaac Walton, aki John Donne-ról írt, az elég rövidkére sikerült, de hát a Dr. Johnson egyébként Költők élete címmel írt egy két nagykötetes gyűjteményt, őróla is írt tanítványa egy hatalmas életrajzot, és ezek mintaként szolgálnak, és hát lassan kialakult valami sokára, amit ők maguk úgy szeretnek nevezni, hogy kritikai életrajz. Vagyis ezzel azt próbáltam bevezetni, hogy amikor a Radnóti életra, vagy egy Radnóti, ők így mondták a kiadóban, hogy monográfia, hogy írjak egy monográfiát Radnótiról, akkor én ezt kritikai életrajzként fogtam föl, és az első mondat is voltaképpen ezt jelenti, hogy Radnóti életével azért foglalkozunk, mert jelentős költő volt. Foglalkozunk sok olyan ember életével, aki semmi jelentőset nem alkotott, tehát lehet róluk is írni különféle életrajzokat, de speciál Radnóti, vagy Móricz, vagy Szerbantal életével azért érdemes foglalkozni, mert van egy életmű, ami valamiért fontos a befogadó közösségnek, és ezt az életművet bizonyos okokból nem akarom megmondani, hogy miért, nem feltétlenül azért, hogy jobban értse, vagy jobban megvilágítsa, de akár azért is, vagy egyéb okokból, tehát hogy kíváncsi az életrajzra. Radnótinál ez a kettő többszörösen is látható szoros kölcsönhatásban van. Hát ugye közhely, hogy a Radnóti egész életművét a vég felől szokás kibontani, mindenkit az talán azzal találkozik először, vagy legalábbis nagyon hamar, hogy az utolsó versek kihantolásának, exhumálásának a története, a másfél évig a föld alatt
eltemetett és megőrződött versek különös esete, és ezek közül az egyikben hát metaforikusan éppen a saját halálát írja le. Ez azért egy elég erős történet, ez a vers nélkül is szokott hatni. Egyébként van ilyen, a mással is megesett, ez nem ő az egyetlen, de ez a vers hát nagyon erősen sikerült. Tehát amikor erről azt mondom, hogy ritka egység, akkor azt gondolom, hogy itt tényleg, legalábbis az én megítélésem szerint van valami ritka egység, és amikor az életrajzot összeállítom, vizsgálom az életrajzot, akkor mivel költőről van szó, ezért időről időre, illetve a költészetével párhuzamban vizsgálom. A költészet és az életrajz kapcsolódási pontjait is, vagyis hogy a költészetében hogyan alkotta meg önmagát, mint életrajzi személyt, hiszen az, hogy ő költő volt, az jelentősen befolyásolta az életvitelét, mindenét. Ebből a szempontból gondoltam a könyv írásakor, hogy talán egy kicsit, persze talán egy kicsit olyan drámai is, vagy dramatizált dolog, hogy akkor hát ezzel fejezem be a könyvet. De ez úgy ebből a szempontból adta magát, hogy ez a nyitó mondatra felel szinte, vagy az a fölvezetésre. Magában a könyvben, amit tehát én jobb hiány, vagy hát úgy tényleg azt az alcímet adtam, hogy kritikai életrajz, ez miközben itt általában monográfiának nevezzük az ilyesmit. Hát itt több réteg van. Tehát először is a költő életét aprólékosan ki kell nyomozni, ami elérhető. Ez elég érdekes munka, sok tévedés, bizonytalanság adódhat, sok mindent kell ellenőrizni, különösen egy olyan életrajznál, ahol a részben sok minden föltáratlan volt, dacára annak, hogy iskolai tananyag költőről volt, tehát nem volt rendes, kimerítő életrajz. Ugye amikor az én könyvem megjelent, akkor még több angol nyelvű monográfia volt Radnótiról, mint magyar nyelvű. Tehát én egyenlítettem ezt a... Szóval akkor már 3-3 lett a angol-magyar nyelvű monográfiák aránya. Ez nagyon érdekes dolog szerintem. Tehát itt van az életrajz, amit rekonstruálok dokumentumok alapján, ehhez hozzá felhasználok naplókat, verseket, felesége naplóját, mi egymást. De az életrajzot ugye aszerint tagolom, ha úgy tetszik, hogy a költői teljesítmény hogyan alakul, mert hiszen a költészetet is értelmezem, az életét is értelmezem, az költészetét is, a kettő összefüggését is. De hát ez nem a semmiben van, tehát van egy másik réteg, én így képzeltem, mondjuk ez a társadalom történeti része, a kor, a politikai helyzet, az irodalmi, a szélesebb irodalmi helyzet, a szűkebb irodalmi helyzet. Ugye ezt is valahogy bele kellett vinni, fölvillantani a háttérbe, vagy megrajzolni a háttérbe. Tehát én ezt a fajta kritikai életrajzot több rétegű munkának képzeltem el, ahol hát végig kell gondolni, hogy mit milyen arányba, hogyan, mennyit engedek látni, mibe megyek bele. Valamiért fontosnak tartottam, nem biztos, hogy ma is annak tartanám, hogy oldalakon keresztül cáfoljam, hogy nincs olyan, hogy nyugat harmadik nemzedéke. Mert hogy ugye állandóan hogy a nyugat harmadik nemzedéke. Tehát valami ilyesmit képzeltem. Azért is javasoltam, hogy Győző szólaljon meg először, nem csak azért, mert hogy ez egy egyszerű kronológiai tény, hogy a Radnóti monográfia volt előbb, hanem hát én már sok mindent az ő könyvéhez képest gondoltam végig. Tehát amikor elkezdtem, tehát ugye Jóskával meg párhuzamosan haladtunk, tehát csak előzetes publikációkból láttam én, hogy ő mit csinál a Szerbantallal, azok egyszerre írtuk.
De az ember ugye beleírja magát egy bizonyos irodalomtörténeti diskurzusba is, és hát ebben nekem nagyon fontos volt a Radnóti könyv, meg azért nem csak 20. százados munkákat érdemes szerintem itt végig gondolni, tehát mondjuk Kerényi Ferenc Petőfi monográfiája, hogy ő mit csinál, hogy csinálja, és mit kell máshogy csinálni, vagy mit gondolok én, amit máshogy kell csinálni, vagy akár régi magyarosoknál, tehát ugye amit Kőszegi Péter a Balassival csinál, vagy hát most ez a egyszerű tény van, hogy ez történetesen a bátyám, de hogy Szilágyi Márton mit csinál a Csokonaival, tehát hogy milyen különböző munkálatok vannak, hogy ugye lehet úgy is csinálni, hogy mondjuk a műveket teljesen kihagyjuk egy ilyen típusú életrajzból, még idáig is, tehát ez az extrém szélsőséghez is el kell menni, hogy úgy írjuk meg esetleg az életrajzot, mintha nem tudom, egy hosszú távfutónak az életrajzát írnák meg, tehát hogy nincsenek művek, hogy a társadalom történet felől gondoljuk el, a művekkel összekötve és így tovább. És ugye, ahogy mondta Győző, hogy neki az angol szász, ugye nekem meg az orosz hagyománya az, ami ott volt mögöttem, ami egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ott egyrészt most már szintén vannak, nagyon sok típusú monográfia van, viszont azért az eredendő hagyománya az orosz irodalom elméleti gondolkodásnak az, hogy egyáltalán nincsen szerző. Tehát nincsen életrajz, csak művek vannak. Úgyhogy nekem valahogy innen kellett elkezdeni a gondolkodást, és hát akkor ott van az az anyag, amivel az ember szemben ül, hogy az pont Móricé, hogy az írónak magának mi a viszonya az életrajzisághoz. Én nem hiszem, hogy ez minden egyes szerzőnél egy releváns kérdés, azért sem lehet recepteket írni. Tehát szerintem egyikünk sem gondolkozott egy hogyan írjunk monográfiát tanácsadó könyvecskén, mert hogy nem tudunk erre recepteket adni. Ugye egész más az az eset, hogyha mondjuk egy 26 évesen meghalt költő, amivel a Kerényi dolgozott, aki állítólag három olyan nap van Petőfi életében, amiről Kerényi Ferenc nem tudta, hogy akkor mit csinált. Na most én nem tudnám ezt Móriczról elmondani, tehát én elég sok napjáról nem tudom, hogy aznap éppen mit csinált. Ugye azért az enyém az egy 63 éves korában elhunyt szerző, tehát már az sem mindegy, hogy ugye lírikusról beszélünk-e, vagy prózaíróról, hogy ugye ír-e életrajzi regényt, Móricz igen. Ugye van egy olyan, hogy életem regénye, amiben ráadásul azt mondja, hogy 10 éves koromig most megírom az életemet, az összes többi meg ott van a többi regényemben, hát kösz. Tehát, hogy ugye nagyon érdekes az is, hogy naplóíró, íróról van ez szó, ugye tegnap pont itt beszélgettem Moravec Imrével, aki azt mondta, hogy nem, soha, mert hogy az ugye szópocsékolás naplót írni, tehát ő nem ír naplót és nem is fog, de mondjuk ha Máraival dolgozunk, vagy Móriczal, akkor egyszerűen számot kell vetnünk azzal, hogy mi van a regényeiben, mi van az úgynevezett általa életrajzinak nevezett regényében, mi van a naplóiban, levelezésében és így tovább. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindannyiunknál, tehát amennyire én ugye olvasóként a Győző és a Jóska könyvét is láttam, magával az anyaggal is párbeszédet kellett folytatnunk, hogy az milyen kérdéseket tesz föl a monográfus számára, tehát nem lehet egy sablont ráhúzni én szerintem egy adott életműre. És akkor már biztos visszatérünk, átadom mindjárt Jóskának, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon köszönöm a Miss Marple-t, mert hogy most egy... Gondolkodsz, a Poirot vagy a Miss Marple? Mind a kettőnek nagyon örülök, mert egy olyan krimírói vágyamat, azt ezek szerint már megvalósítottam, tehát levettél a vállamról egy terhet, úgyhogy tulajdonképpen már nyomokban krimit tartalmaz a könyvem, akkor ezzel már nem kell majd foglalkoznom. Úgyhogy akkor szerintem Szerbantal. Hát így bevezetésként annyit mondanék, hogy a Ferenc Győzőnek a könyve, illetőleg a Zsófinak a Móricz könyvéhez képest azt hiszem, hogy az én Szerbantal könyvem a legkevésbé önéletrajzi jellegű. Ugyanakkor persze nagyon sok olyan szempont fölmerült, aminek tehát aminek a tárgyalása során oda kellett figyelni az önéletrajziságnak a kérdésére. Most itt nagyon sok mindent lehetne mondani ezzel kapcsolatban. Én csak néhány dolgot sorolnék röviden föl. Az egyik, hogy a
szerb Antallal kapcsolatos értelmezési hagyomány az nagyon kevés szöveget leszámítva, egyébként nagyon életrajzi jellegű, de ez azért van, mert a szerb értelmezéssel kapcsolatos szöveganyagnak a javarészét szerbnek a barátai, kortársai, nemzedéktársai hozták létre, és amiatt egyébként még az értekező prózának szánt szövegeknek a javarésze is nagyon nagy mértékben egyrészt anekdotikus jellegű, másrészt pedig nagy mértékben ilyen különböző író mítoszokkal, szerzői mítoszokkal át van szőve. Tehát itt nyilván volt egy olyan az életrajzisághoz kapcsolódó feladat, hogy egyáltalán mit lehet kezdeni ezzel a mitologizáló, anekdotikus szöveganyaggal. A következő, hogy a szerbnek úgy érzem, hogy az életrajza ugye nem nagyon bővelkedett ilyen látványos fordulatokban, tehát hogy emiatt is annyira nem helyeztem előtérbe egyébként az életrajzi megközelítést. Ugyanakkor néhány dolgot tekintve viszont a szöveg értelmezéseim eléggé visszakapcsolódnak az életrajzhoz valamilyen szempontból. Tehát egyrészt próbáltam azt figyelembe venni, hogy maga Szerb Antal különböző alkotói korszakaiban mit gondolt a különböző életeseményeknek, a szövegé formálhatóságának a lehetőségeiről, és hogy ez hogyan köszön vissza az ő írásaiba. Másrészt pedig, amit itt próbáltam előtérbe helyezni a könyvbe elég nyomatékosan, hogy milyen társadalmi feltételei voltak a szerbnek, a szerb működésének. És egyébként a Móricz Zsigmond könyvet olvasva, tehát Zsófi munkáját, mi nagyon sok ilyen kapcsolódási pontot találtam, ahol ő is a valami fajta szerzői brand építéssel elég sokat foglalkozik Móricz kapcsán, mint ahogy én is a szerb kapcsán. Másrészt pedig, hogy a pénzkeresetnek, a megélhetésnek a problémája, illetve az akkori irodalmi intézmény rendszerbe való működésnek a problémái, azok hogyan hatnak közvetlenül a szövegekre. És még egy utolsó dolgot mondanék, hogy Ferenc Győző említette, hogy ez tényleg egy nagyon érdekes körülmény, hogy több idegen nyelvű monográfia volt eredetileg Radnótiról, és hogy akkor a Ferenc Győző könyvével lett így 3-3 az arány, hogy Móricz Zsigmondról természetesen nagyon sok könyv van, és több, ha nem is rengeteg monográfia. Én egyébként meg úgy éreztem, ugye hát ezt nyilván sokan tudják, hogy gyakorlatilag egyetlen irodalomtudományi igénnyel született nagyobb átfogó munka van, ugye ez a Oszler Györgynek az 1973-as Szerb Antal könyve. És hogy egy pillanatra Zsófi munkájára tereljem a szót, hogy őnál az egész könyvben folyamatosan érződik egy részben versengés, részben pedig egy folyamatos vita Nagy Péternek, illetve Cinel Mihálynak a Móricz értelmezéseivel, Móricz monográfiájával. Én viszont talán nem tudom, én úgy érzem, hogy jogosan, bár több kritika ezt fölhánytorgatta, bocsánat, ez nem hangzott szépen, tehát megemlítette, hogy nem eléggé alapozok Oszler Györgynek a kutatásaira. Tehát ezzel kapcsolatban én nem, tehát nagyon tisztelem őt és így tovább, de hogy tehát gyakorlatilag az én azzal a könyvvel, tehát én arra nem tudtam építeni, tehát abban gyakorlatilag nincs egy olyan állítás, vagy egy olyan értelmezés, amit én a mai Szerb Antal értelmezésbe, diskurzusba el tudtam volna helyezni. Tehát azt gondolom, hogy az a magyar irodalom történet, írás történetének a folyamatában egy ilyen zárványszerű dolog volt, tehát hogy ilyen értelemben mondjuk nem tudtam versenyre kelni vele, vagy vitátba bocsátkozni ezzel a
könyvvel. Tehát így nagyjából először ezeket a dolgokat tudnám megemlíteni. Említetted a szervvel kapcsolatban a mitologizáló narratíváknak a jelenlétét, de ezt azt hiszem, hogy mind a három szerzőre igaz. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy mennyiben érzi feladatának a monográfus azt, hogy számot vessen, vagy szembenézzen azokkal a gyakran ideológia vezérelt narratívákkal, amelyek mindenféle mítoszokat szőnek a szerző arca köré, vagy hát így képzik meg az arcát. Ugye hát a Kádárkor kultúrpolitikája jeleskedett ezeknek a narratíváknak a működtetésében, tehát hogy kisajátította kvázi a szerzőket a maga céljára. Másfelől pedig hát ott vannak ugye azok a túlélők, rokonok, barátok, családtagok, akik szintén hevesen emlékeznek vissza az elvesztett szerzőre, és hát nyilvánvalóan sok tekintetben vagy sok esetben önös érdektől nem mentesen torzítják, vagy formálják a maguk szája íze szerint azt a szerzői képet, amelyet be szeretnének mutatni. Tehát, hogy mennyiben feladata a monográfusnak, hogy tisztítgassa ezeket a mítoszképző narratívákat, vagy pedig az is elképzelhető, hogy a hagyománytörténet egész egyszerűen beleírja magát a szerzői arcba, és akkor az már egy kicsikét olyan is, olyanná válik ettől a hagyománytól. Ha például az életrajz jelentős szerepet kap egy monográfiában, akkor valószínűleg nem árt, ha a monográfia szerzője foglalkozik ezzel, de ugyanígy az értelmezés, tehát az életmű, a műalkotások állnak az érdeklődés központjába, és azt érintik ezek a legendák, hát akkor is fontos. Én előbb próbáltam mondani, hogy ilyen rétegei vannak egy ilyesféle munkának, hogy az élet, a maga, a mű, a társadalmi, politikai háttér, az irodalmi közeg, de még egy réteg volt, és ez ugye, ami a recepció történet, az lehetne függetlenül külön, de én ezt folyamatosan bele kellett, hogy építsem. Azt gondoltam, hogy a Radnóti esetében annyi minden hangzott el, rengeteg visszaemlékezés kötet volt, tisztelgés, stb. És ott olyan képtelen dolgok is ugye leíródtak, hogy ezeket azért időről időre tisztázni kellett, hogy, mert hát beépülhet ide-oda, de hát azért egy ténykérdés, hogy mondjuk Ortutai Gyula látta-e a kihantolt koporson száradni a borinot ezt, vagy nem látta. Ő azt írja, hogy látta száradni, ugyanakkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem látta, mert ott se volt. Tehát, úgy nehéz. Igen, de mert hogy ez mondjuk a Gyarmati Fanni naplójából derül ki, ami ismét fölvet egy kérdést, hogy ezek mennyire megbízhatóak, de hát általában nem két forrás van, hanem számtalan forrás, vagy több forrás, mérlegelni kell, de én a magam esetében ezt fontosnak tartottam, vagyis én is folyamatos vitában álltam, nem is annyira mű értelmezésével kapcsolatban, hát az nem érdekelt ebből a szempontból, hát az úgyse lehet helyes vagy helytelen kérdés, vagy nagyon ritka az eset, hanem az életrajz fölépítésében, vagy esetleg utólagos értelmezésében. Ja, hát itt az én könyvem kapcsán már el is hangzott, hogy hát igen, én ezt fontosnak gondoltam, és ez a rétegzettség, amit Győző mond, ez még azzal is kiegészül, azért Móricz esetében mindenképpen, ugye ez azért egy máshogy építkező pálya, más a 20. század elején kezdeni, úgy felépíteni egy brandet, tulajdonképpen egy olyan sikerszerzővé válni, aki részben a hírnevéből is él, színházi ember és így tovább, hogy az író saját mítoszteremtő igyekezetével mit csinál az ember, az a kép, amit ő saját maga alakítgat, az milyen, illetve, hogy a korabeli sajtó milyen képet alakít ki, tehát ebből a szempontból ez a 20. század elején induló pálya nagyon más, tehát, hogy ugye író sztárként létezik valaki legalábbis élete nagy időszakában, ugye újságcikkek sora építi valahogy
azt a brandet, amit Móri Zsigmondnak hívnak, odáig elmenve, hogy a színházi életben fényképes tudósítás van Móri Zsigmond lányaival a Keszthelyi strandon címmel. Tehát, hogy ez mind része a brandépítésnek, az író arca az már akkor, tehát nem a Kádár korszakban kezdődik, hanem már akkor. És mondjuk akár életrajzi tényeknél is valamilyen módon szembe kell ezzel nézni, hogy most azzal mit csinálunk, tehát az egy korabeli sajtógyakorlat-e, Móriczra jellemző-e, és így tovább, hogy ugye amikor Holics Janka öngyilkos lesz, akkor nem azt írják a sajtóban, hogy öngyilkosság, hanem azt, hogy tüdőgyulladásban hal meg szerető férje, ott tördeli kezét halálos ágya mellett. Tehát, hogy akkor ezeknek hogy megy az ember alá. Ugye ott az a helyzet, hogy ott ugye naplóval lehet összevetni, tehát mindig ugye források erdejében van az ember. Tehát ez az egyik rétegzettség. A másik, ami megint szerzője válogatja, hogy mennyire van, de hát nálam is nagyon erősen van. Ugye itt a családi visszaemlékező szövegek. Tehát, hogy akkor azzal mit csinálunk, ugye Móricz testvérei többen is írnak emlékező könyveket, tehát külön könyvek jelennek meg, és hát amit nem lehet megkerülni, átugrani, ugye a lányai, tehát a lányai közül kisebb hangsúlyal a legkisebb, de ugye olyan könyv is van, Móricz Lili, és hát a nagyon nagy hangsúly az a Móricz virág. Tehát, hogy ugye mit csinálunk Móricz virág két könyvével, az apám regényével és a 10 év 1-2-vel, ami ráadásul a naplóknak is egy csonkított, kivonatos változatát tartalmazza. És hát nekem mondjuk ez volt például szerkezetileg egy nagyon komoly kérdés, hogy ugye én azt gondolom, bár lehet, hogy ez egy későbbi kérdésed lesz, és akkor állíts le, hogy ugye a Móricz naplók azok szerintem nagyon erős hatással tudnak lenni a Móricz... akkor Jóska, jó. Hát annyit mondanék, hogy valószínűleg szükséges ezeknek a mítoszoknak valamiféle tisztogatása, meg kritikai megközelítése. Most egyébként ugye nem mindig vagyunk abba a helyzetbe, hogy mondjuk ezekbe a mondjuk így mítoszokba foglalt állításoknak mindig ellenőrizni tudjuk a valóság alapját. És talán nem is érdemes eltölteni ezzel feltétlenül éveket. Van, amikor lehet. Tehát, hogy egy ilyen nagyon kézenfekvő példát mondjak, ugye ez, hogy Szerb Antal csecsemő korába keresztelték meg, tehát, hogy ez nem így volt, hanem amikor az apja kitért, akkor őt is a katolikus hitre keresztelték, amikor olyan 6-7 éves lehetett, most fejből meg nem tudom mondani, hogy mennyi. Tehát, hogy vannak ilyenek, tehát ezt egyszerűen a dokumentumokban meg lehet nézni, és ez így van. Más esetekben viszont inkább az lehet érdekes, akár a fogadtatás történet szempontjából, hogy mégis ezeknek a mítoszoknak milyen funkcióik vannak. Tehát nyilván ezek valami fajta megfontolásokból, érdekekből és hasonlókból jönnek létre. A Szerb Antal mítosznak például egy nagyon nagy hányada abból a célból jött létre, hogy azok a nemzedéktársak, akik a 1948 után a kommunizmushoz, vagy egyenesen a sztálinista irodalom politikához csatlakoztak, azok valamilyen módon magyarázatot adjanak arra, hogy volt nekik egy barátjuk, egy nemzedéktársuk, aki már ezt nem tehette meg, mert megölték. És ugye itt gyakorlatilag két ilyen ásító, sötét kérdéssel kell szembenézni, hogy vajon, ha túlélte volna, akkor ő mit tett volna, és a másik, hogyha túlélte volna, akkor mit szólt volna ahhoz, amit mondjuk az ő nemzedéktársai a 40-es éveknek a végén, az 50-es évek elején műveltek. Tehát, hogy gyakorlatilag ennek a különböző ilyen mítoszoknak, anekdotakincsnek van egy ilyesfajta funkciója a Szerb Antalnak a fogadtatás történetében, amiről úgy gondolom, hogy elég jól kitapintható. Az még egy nagyon érdekes dolog, ez csak nagyon rövid lesz, hogy szerintem az nagyon lényeges, hogy a szerbről való gondolkodásnak az évtizedeit a
50-es, 60-as, 70-es években, 80-as években is, tehát gyakorlatilag az egész szocialista korszak alatt voltak éppen Szerb Antalné nagyon nagy mértékben meghatározta, és azt gondolom, hogy ő valamennyire próbált is kontrollálni ennek a Szerb Antallal kapcsolatos ilyen értelmezéseknek, mítoszoknak, anekdotáknak, stb. A működési rendjét. És ez Poszler Györgyre is egyébként nagyon nagy mértékben hatott. Tehát hogy ő például nagyon átvette a Szerb Antalné által megkonstruált szerb képet. A rétegzettség jutott eszembe, amit mind a ketten említettetek, hogy ezek a dokumentumok, amiket felhasználtok mindannyian a monográfiátokban. Tehát ezek tehát a kultúrának számos teréből, sok rétegzett teréből származnak, tehát különböző kontextusokban születnek, különböző értékpreferenciákkal bírnak. Hogy tehát hogyan lehet ezt nem névértéken venni, vagy miféle hát interpretációt, vagy értelmezői munkát kíván egy dokumentumnak a hasznosítása? Most egy egészen, tehát nem abszurd, de hát inkább ilyen kézenfekvő példa, hogy a Szerb Antal monográfiában van egy jelenet, vagy része, amikor az első szerelmével, Schulz Dórával van valamiféle párbeszéd, és akkor hogy megjegyzett, hogy de hát ez egy középosztálybeli keresztény úrilány volt, és hogy az a szemantikai tér, amiben ő társalgott a Szerb Antallal, az nem ugyanaz a szemantikai tér volt. Tehát valami ilyesmire gondolok, hogy az általatok felhasznált dokumentumok nyilván különböző szemantikai terekből származnak, vagy forrásokból jönnek. Hogy ezzel mit lehet kezdeni? Azt mondta Győző, én válaszoljak először. Nem tudom, tehát hogy ez persze egészen biztos, hogy mind időben különböző, hogy mondjam, rétegeket tár föl az ember, mind az íróhoz való viszony rendszerben, és hát nekem az volt igazából, ez persze lehet, hogy egy ilyen nagyon egyszerű dolognak tűnik, hogy mindig szövegekkel dolgozik az ember, tehát nem arról van szó, hogy a szöveget szembesítem az élettel, vagy az élettényel, hanem szöveget szembesítek szöveggel, és persze nem biztos, hogy mindig ugyanolyan gondossággal tud eljárni az ember, mert van neki is valamiféle koncepciója, tehát kialakul valamiféle képe. Talán arra érdemes vigyázni, hogy mondjuk ne azonosuljon az ember egy adott nézőponttal, akár történetszegmensben sem, mert érdekes módon ennek is van egyfajta hagyománya. Tehát mondjuk a Móricz kutatóknál az, hogy valaki mondjuk Holicsi Ankát bírja-e jobban, vagy Simonyi Máriát. Ezt tőlem is sokszor megkérdezték. Harc van, így van. És akkor ugye kinek az oldalán állsz, vagy egyáltalán, hogy mondjuk amikor Móricz intézi ezt a nem annyira dicsőséges 24-25 történetet, akkor ne, hogy mondjam, azonosulj Holicsi Anka álláspontjával, és kezd el gyűlölni monográfiát, tárgyát, hogy ugye férfiként hogyan viselkedik. Tehát, hogy, mert hát ez is egy komoly veszély, hogy azért ugye belül kerülsz egy helyzeten, hogy mennyire kerülsz, tehát belül, és hogy tudsz te mondjuk kívül maradni ezen az egész helyzeten. És akkor ezekben kell valahogy lavírozni. Mondjuk ez egyébként, megjegyzem zárójelben, ez egy régi hagyomány, tehát miért Adinál is el kell dönteni, hogy Léda vagy Csinszka volt az ő igazi felesége, vagy társa, vagy nem tudom micsoda. Tehát így tudunk gondolkozni, ez van. Hogy, tehát akkor mondom, biztos, hogy nem a szemantikai izére válaszoltam, amit kérdeztél, arra majd Győző fog majd válaszolni, nem tudom, de hogy ez a típusú, hogy mondjam, rétegzettség, illetve az, hogy különböző kontextusokból jönnek. Szerintem ez a helyzet, hogy még ha az a mondjuk nálam lehetett volna például, hogy akkor mondjuk megkérdezek személyes emlékezőket, ahogy ez valamennyire egy nagyon kicsit meg is tudott történni, mondjuk a Móricz Imre bácsival, aki 7 éves volt, amikor Móricz Zsigmond meghalt. De hát az, amit ő elmond, az ugyanúgy csak szövegként létező dolog. Tehát én nem gondolom, hogy van bármiféle olyan segítség, hogy valamihez, ami teljesen stabil, biztos és az igazságot tartalmaz, a hozzá tudnánk mérni a saját forrásainkat. Az, hogy kritikai életrajzot írok, az ugye azt magamra nézve is érvényes, tehát hogy én is kritikai távolságot tartok, vagyis mindent kritikával kell kezelni, és hát azonosulni nem szabad. Ez sokszor el kell mondani különféle fórumokon, hogy az irodalom történésznek, vagy az irodalom tudósnak
a szerző, akivel foglalkozik, az nem a csodálatának a tárgya, nem adorációról van szó, hanem hát kritikáról van szó. Foglalkozunk vele, de nem van, aki azonosul, vagy ugye ez veszély, ugye állítólag a Richard Holmes jeles angol életrajzíró, komoly irodalomtudós, amikor nem tudom én már 8. éve Coleridge-al foglalkozott, akkor olyan Coleridge-osan kezdte már aláírni a leveleit, mert ő a kéziratokig visszament természetesen. Tehát lehet ennyire azonosulni, de ez általában nem jó. Na most, hát az, hogy hogyan tudunk disztingválni ugye a szövegek között, erre nem hiszem, vagy én biztos, hogy nem tudok receptet mondani, de szerintem ti se tudtok. Másrészt meg ez a tanult szakmánk körülbelül. Tehát, hogy ha valamihez, akkor körülbelül ehhez értünk, hogy vizsgálunk szöveget, és gyanút fogunk ez meg. Például, ez most egy ilyen egyszerű példa lesz, hogy honnan tudom, hogy a különféle nézőpontokat hogyan kezeljem. Tehát amikor mondjuk Radnóti Miklós azt írja egy magánlevélben, hogy az a Dög Babics, mert mit tudom én, valamiért nem közölte még a versét, vagy ugye hát rossz kritikát, levágta a kritikájában, tehát az a Dög Babics, majd néhány évvel később, tényleg csak néhány évvel később, már a legnagyobb csodálattal beszél a mesterről, akkor most azt kell feltételeznünk, hogy Babics Mihály megváltozott. Dög volt, de pár év alatt egy rendes ember lett belőle. Ugye ez nem valószínű, valószínűbb, hogy az a szerzőkkel foglalkozom, az változott meg, és a Radnóti nézőpontjából lett Babics más. Na most ezt pont nem volt olyan nagyon nehéz így belátni, hogy nem Babicssal történt valami. De néha ez komoly probléma, tehát tényleg egyszerűen az mondatokat, és néha nem is tiszta szemantika, tehát már mögöttes szándékokat is figyelni kell. Itt van ez az agyonnyúzott kérdés, hogy akkor most volt-e érdemleges kísérlet arra, hogy Radnótit megmentsék. Ugye a kérdés hát úgy hülyeség, ahogy van természetesen, amire a özvegye, amikor már végképp elvesztette a türelmét, azt írta egy szeretett ismerősének, hogy hát szóval szerinted ez egy bujócska volt, csak az nem menekült meg, aki nem akart. Hogy na most, amikor jönnek ezek a visszaemlékezések, és akkor, hogy ott volt, és ajánlották, átadták, és az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és mindenki ott volt. És akkor elég nehéz eldönteni, hogy a sok ott lévő ember közül az egyik az valójában az utcán volt, a Acél György fenn volt, de az Acél György nem írta meg, csak Vas István, aki az utcán állt, viszont jelen volt Kun Miklós pszichiáter, és akkor feltételezhetjük, hogy az egyébként végtelenül racionális orvos-pszichiáter véleménye tűnhet helytállónak, hogy tehát, amit nem egyedül ő mond, például ebben a kérdésben mi történt. De itt tényleg azt is nézni kell, hogy kinek milyen, te magad mondtad ezt, hogy nem is tudom, hogy önös érdek, valami ilyesmi. Hogy hát igen, hogy önös érdek, vagy már-már öntudatlan magamentség valamit diktál, és esetleg el is hiszi, nagyon jól mondja el, de hát van egy ellenvélemény, és ha szétszálazzuk, akkor kiderül, hogy... Ha jól emlékszem, Acél volt az, aki azt mondta, hogy ajánlott helyet, búvó helyet Radnótinak? De ő ezt nem mondta, csak neki tulajdon, nem. Fölmentek hozzá, de most ebben nem menjünk bele. Kun Miklós, Vas István, Acél, ez az utolsó éjszaka volt, vagy este, és akkor, ugye hát olyan könnyű, papír, búvóhely, majdnem ugyanaz, nem? Ez olyan könnyű egy kicsit félreemlékezni. Uh-huh. És nem is lehet ezért hibáztatni senkit, csak túl... Erre aztán ráépül egy legenda, hogy ezek szerint, hogy a szerző nem én, hanem az igen, a szerző, akivel én foglalkoztam, az meg akart halni.
mintha ezt, tehát hogy itt semmi, ezeket nagyon aprólékosan végig kell itt gondolni. Pont erre vonatkozott a kérdés, hogy ezek között hogy tudtok rendet, vagy egy monográfus hogy tud rendet vágni ezek között a... Hát elolvassa az ember az összes létező forrás, tűnődik, mérlegel, elemzi a szöveget, elemzi a hátteret, a kelet, hogy mikor írták, mikor mondták, és tévedhet a monográfus is. Hát igen, ez például ezeknek a mentési kísérletéknél ugye az a probléma, hogy mindenki ott volt, csak mi nem voltunk ott. Tehát, hogy ugye ez a Szerbantalnál is van, ugye ez a Görgei Guido-féle mentési kísérlet, hogy megírta Boldazsár Iván, visszaemlékezett rá Görgei, és még többen is így feldolgozták, és hát így mindig az volt, hogy vagy egyedül ment, vagy másodmagával, nem akart fölülni a motorra, vagy azért, az a lényeg, hogy ott maradt. És hogy akkor volt olyan kritika, ami megemlítette, hogy én például ezzel egyáltalán nem foglalkozom ezzel a mentési kísérlettel. De én egyébként azért nem foglalkoztam vele, mert így nincs róla mondani valóm. Tehát ezt megírták egy csomóan, ha valaki el akarja olvasni ezeket a beszámolókat, Szerbantal életén nem változtatott, ha valaki el akarja olvasni ezeket a beszámolókat, hát akkor millió helyen megteheti. Tehát hogy ezt én így fölöslegesnek éreztem így rekapitulálni lényegében. Csak ehhez még egy eset, vagy hogy mondjam, az én könyvemnek egy dilemmája, amit Győző mondott. Ugye van ez az eset, hogy ténylegesen talán kevesebben voltak ott, mint ahányan azt állítják, hogy ott voltak. Móricznál van a fordítottja is, tehát amikor feltetőleg többen voltak ott, mint amennyi megmarad az emlékezetben, ez a halálánál. Nincs olyan nagy tétje a történetnek, de ugye a halál leírásokat a Móricz Virágtól tudjuk, aki hát ott volt, amikor az agyvérzést kapta Móricz Leányfalun, és ugye ő azt mondja, hogy ő beült a mentőkocsiba, és bekísérte az apját. Igen, meg Csibe is beült a mentőkocsiba, és Csibe is bekísérte az élettársát, de ő így ki van retusálva az egész történetből, és én azt valószínűsítem, hogy az az igaz, hogy ő is ezt ugye a fia mondta, tehát aki gyerekként szintén ott volt, tulajdonképpen itt volt egy darab szemtanú, lehet azt mondani, hogy egy 7 éves gyerek, de ő nagyon meglepődött rajta, tehát amikor ezt nekem elmesélte, hogy akkor igen, nagyapa rosszul lett, apám vagy anyám beült mellé, és mentek be Budapestre a Korányi utcába, és akkor mondtam neki, hogy hát ugye tetszik tudni Imre bácsi, hogy ez nem így van a Móricz Virág könyvében leírva, mondta, hogy tényleg, de hát ha egyszer beült anyám, mondom, én azt elhiszem, hogy ez így történt, csak nem ez van, tehát nem ezt tudjuk róla. Nincsen nagy tétje, mert máshonnan is lehet tudni, hogy ugye ez a Móricz Csibe viszony, ez azért erősen átalakított változatban jutott el az utókorig, de hát ilyen mechanizmus is van, hogy az emlékező szöveg, az nem lehet azt mondani, hogy hazudik, csak kihagy bizonyos dolgokat, tehát a naplóból is kihagy, meg a történésekből is kihagy bizonyos szegmenseket. Hát és akkor nem csak a visszaemlékezők problematikus dokumentumai nehezítik ezek szerint a munkát, de hogy hát a három szerző naplói, vagy önjellemzései, vagy levelei, vagy visszaemlékezései is, hogy mind a három szerző többé-kevésbé igyekezett műalkotásra stilizálni az életét, különböző fokon és módon. De mondjuk Szerbnek, hogyha jól tudom, a fiatalkori naplója ráadásul ilyen Kierkegaard hatást mutatott, tehát ami ugye pláne ilyen szédi törvény nyit, hogy ugye Kierkegaard maga is álneveken, maszkokon keresztül, alternatív identitásokon keresztül hozott létre egy ilyen romantikus szubjektumképet. Tehát, hogy akkor mennyiben tekinthető hitelesnek, vagy hiteles vonatkozási pontnak az a napló, amit a szerző önmagáról ír? Mennyiben tud önmagáról hitelesen beszélni a szerző? Egyáltalán feltehetjük-e a szerzőről, hogy akar hitelesen beszélni önmagáról? Én most mielőtt átadom, hogy erszem jutott még egy ilyen szerbantalos dolog ezzel kapcsolatban. Ugye van a 7. Olivér nagyszerű kisregénye a Szerbantalnak, és ugye van egy olyan részlet, amikor a 7. Olivér a király szélhámosok közé keveredik, és ott éli a csavargók derűs mindennapi életét, míg nem egy csalási ügyben neki el kell játszani a 7. Olivért, tehát saját magát. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdésként is fölmerülhet. Tehát, hogy ez lehet-e, ha nem is paradigmája, de mondjuk hát egyfajta modellje a szerzői énképzésnek. Tehát amikor magam játszom magamat. Hát lehet egyébként. Tehát hogyha, szerintem, hogy a ilyen magánjellegű dolgait
olvassa valaki Szerdnek, meg a publikus műveit, meg minden, akkor látszik, hogy mégis az egész életművet egyébként így átszövi valami fajta ilyen identitás, egyrészt egy ilyen identitásjáték, másrészt meg valami fajta ilyen identitás probléma, identitás probléma is egyúttal. Hát ugye hát ez nagyon, nagyon nehéz ezt megmondani, hogyha valaki programszerűen, hát részben Kierkegaard, de talán a szervnél egyébként még erősebben a fiatal Lukács György hatására egy ilyen szimbolikus, valamivé konstruált szövegegyüttest hoz létre, hogy akkor most abból mit tudunk egyértelmű életrajzi tényként elfogadni, vagy mi az, amit pedig valami fajta szublimációként. Hát ez nem egy nagy bölcsesség, de hát ez valahogy így a esete válogatja. Az viszont azért egy lényeges dolog, hogy a szerb naplók nyilván nem nyújtanak teljes magyarázatot, még ha valaki azt is szeretné, hogy az egész életpályát végigkövetve a naplókból és a privát feljegyzésekből magyarázza az életművet. Ugye hát ez nem lehetséges, hiszen csak az egyetemista éveikig van egy viszonylag összefüggő szöveganyag. Másrészt pedig amik utána vannak, azok inkább ilyen, gyakorlatilag ilyen cetlik, tehát amik voltak éppen eredetileg nem a naplóírás igényével készültek, hanem ilyen irodalmi feljegyzések csupán. Ugye a Móricz naplók is egy nagyon speciális kérdés, és az én monográfiám helyzete is sajátos, mert ugye én közben írtam, tehát miközben Cséve Annáék itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban hozták ki a naplóköteteket, én közben csináltam, és bár Anna volt olyan kedves, hogy a még előkészületben lévőket is rendelkezésemre bocsátott, én biztos, hogy nem olvastam minden feljegyzést, és egyszerre tartottam fontosnak, és ahogy ebben már belekezdtem, de akkor most mondom el, hogy hát szerettem volna valamennyire ellépni tőle, például a könyvem szerkezetével, tehát ugye Móricz Virág nagyon erősen az apja naplóira építi a könyveit, tehát megy előre kronológiában, és akkor időnként hosszasan beidéz a naplóból, mind a két munkája így épül, és ezért nálam nem ez a rendszer van, hanem ugye problémakörök mentén nézem az életművet, mert úgy éreztem, hogy bár az életében ugye párhuzamosan zajlanak történések, de én nem tudom úgy megmutatni ezeket a problémákat, ha megmaradok a kronológiánál, tehát mondjuk egyszerre zajlik a, nem tudom, színházzal való kokettálása és a színházi emberré válása, akkor ugye ez a tiszazugi méregkeverők per sorozat és a barbársággal való szembenézés, ez ugye mind a 20-as évek történés, aztán a nyugat szerkesztés, és akkor én ezeket külön választottam. Tehát ilyen módon nagyon le akartam lépni erről a kronológikus rendről, és mivel azért én sem azt csináltam, tehát itt még nagyon sok elvégzendő feladat lehetne, mondjuk nem egy életrajzi kronológiát csináltam, amit szintén meg lehetne tenni bármelyik szerzővel, hogy akkor ugye az adatok szerepelnek csak, hanem hát itt ugye én valamit el akartam mondani Móricz Zsigmond életéről és életművéről, ezért a naplót sem feltétlenül ebben a forrás értelemben használtam, hanem mondjuk a beszédmódja felől, mert ráadásul a Móricz olvasás nagy részben ezek a naplók dinamizálták, hogyha most a kortársak Móricz értésére gondolunk. Tehát, hogy mi az, amit ő a korabeli irodalmi elvárások saját elgondolásai miatt nem bocsát a közönség színe elé, hanem a naplókban van, és akkor ebben a vonatkozásban használtam nagyon erősen, tehát mondjuk ez a nyíltabb, ugye a testiségről való beszéd, hát ezt nem lehetett semmilyen módon megkerülni. Tehát inkább ilyen vonatkozásokban, mint mondjuk élettények forrásaként próbáltam én használni a naplót. Radnóti írt naplót, háromszor rugaszkodott neki, 34-ben írt egy rövid ideig, aztán 37-ben még rövidebb ideig, és valójában 39-ben kezdte el, és akkor 39 és 43 között írt, egyszer csak abba hagyta. És ő egyértelműen az utókornak írta, tehát a németek bevonulása után
elvitte a naplóját, és a Nemzeti Múzeumban, nem a Széchenyi Könyvtárban, a Halász Gábornak odaadta, hogy az íróasztal fiókjába eltette, ráírták, hogy most naplója, nem tudom én, halála után hány évvel bontható ki. És hát természetesen, mint hogy ez az utókornak szólt, ezért egy erősen intencionált képet fest önmagáról, ami a legjobb a 34-es részekben, mert akkor még nem volt a stílus birtokában. Tehát ugye, ha most a kérdésed felül nézem, amikor Radnóti azt írja, hogy engem még nem futtattak sehol, írja 21 éves korban, pedig ez a Radnóti nemzedék. Most ugye ezt megint, ha a névértéken veszem, hát ez egy érdekes kijelentés, mert végül is úgy alakult, hogy ilyen irodalom, költészet történeti szempontból, hát ha ott egyáltalán van nemzedék, tegyük fel, hogy van nemzedék, akkor az biztosan nem a Radnóti nemzedék, hanem a Radnóti teljesen külön áll. Ugye egy sajátos, különféle okok miatt, de nem a nemzedék szerves része. Persze az ez is hülyeség, de hogy mégiscsak. És még másodszor, a harmadszorra talál meg valami hangot, ami irodalmi hang, irodalmi napló hang. Na most, ha én ezt olvasom, akkor hát le kell vonni belőle bizonyos dolgokat, de hát én a naplót, meg a levelezést, meg a felesége naplóját nem is arra használtam, hanem itt ugye egy olyan életrajzot kellett megírnom, amely ismertsége ellenére viszonylag gyéren volt dokumentálva. Rövid élet, sok legenda szövődik köré, fő vonásaiban létrehoztak valami narratívát a visszaemlékezők, barátok, az irodalomtörténetírás, de nem voltak ott a tények, és erre viszont akár az ő saját magánlevelei, amelyeket Gyarmati Fannyhoz írt, részben, kisebb részben az ő naplója, és nagyobb részben a felesége naplója teljesen alkalmas volt. Tehát én azt úgy olvastam ugye, a leveleket, hogy kerestem, hogy ott tudom, hogy történt valami, akkor ír erről, és akkor írta, akkor az megvolt. Ebből a szempontból, hát ha ő azt írja a naplójában, hogy 42. júliusában Runyán volt, akkor valószínűleg Runyán volt. Tehát ez nem olyan, pláne, hogyha még néhányan megerősítik, tehát vannak egyéb, hogy Runyán volt, jó, Runyán volt. Aminek lehet jelentősége egy életrajzban, ahogy van is egyébként. Azonban a napló én, mint monográfus vagy irodalomtörténész, hát arra használhatom, hogy azt vizsgálom, hogy milyen képet fest önmagáról. Még a magánlevelek egy részében is. Utolsó kérdésként, akkor térjünk vissza megint a monográfus szerző problematikájához, vagy tudásához, hogy én ezt úgy képzelem, de lehet, hogy nem így van, hogy egy monográfusnak van egy ilyen rejtett szándéka, hogy ha nem is átrendezi, de valamilyen módon árnyalja, vagy pontosítsa a kánont, hogy úgy rajzoljon meg egy arcot, úgy reprezentálja egy költői alakot, a szerzői portrét, hogy azon keresztül a kánonba is kicsikét bele tudjon nyúlni. Hát nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen szándékotok vagy célotok, illetőleg, hogyha volt, vagy akár, hogyha nem volt, hogy ennek van-e valamiféle következménye? Éreztek-e valamit ezzel kapcsolatban? Volt. Köszönjük. Hát Móricznál ez nem is kérdés. Hát azért, ahogy ezt már itt Jóska mondta, tehát azért a Cine Mihály és Nagy Péter könyvekhez képest, ha nem akartam volna rendezgetni a kánont, hát akkor bele se fogok. Tehát, hogy mind a Móricról kialakított képben, mind a művekben, tehát gyakorlatilag igen, az én könyvemnek. Aztán a következményei azok nem tudom micsodák, tehát azt ugye az ember nem tudja egymaga csinálni, tehát én azt gondolom, hogy akkor történik valami egy író körül, ha sok csatornán zajlanak ezek a történések. Móricznál azért ez így volt, hála a Jóistennek, tehát ugye új szövegkiadások vannak, szerintem az az egyik szegmens, a naplók, a tükörkötetek, illetve a tükörköteteknek mondjuk a most is zajló munkálatai, most ugye lesz majd digitális kiadás szintén Cséva Anna vezetésével itt.
a Petőfi Irodalmi Múzeumban a kortárs irodalomnak a Móricon végzett munkája, hogy ilyen egyszerűen mondjam, és az irodalom történészi munka. De tehát mondom, hogy ha az ember így saját maga, egyszer maga csinálja, akkor valószínűleg nem lesz olyan nagyon eredményes, de hát az én esetemben egyértelmű, hogy ez világos, volt. Pontosítanám akkor a saját kérdésemet, nyilván nem úgy gondoltam, hogy szerettél volna még egy cinemonográfiát, én ezt nem feltételeztem, hanem arra gondoltam inkább, hogy ugye visszamenőlegesen rendeződnek egy kánonnak, tehát egy szerző életműnek az erővonalai, tehát hogy új módon tagolódik be a jelenből nézve a múlt szövegirodalmába. Tehát erre gondoltam igazándiból, tehát hogy Móricz szövegvilága hogyan nyer egy új jelentést esetleg egy új monográfiának a következtében? Hát ez szerintem lehet, hogy nem, vagy nem tudom, majd elmondják, de hogy nem nekünk kell feltétlenül eldönteni. Tehát, hogy mondjuk már egy kicsit az is látszik, hogy azt is szerencsés dolog, hogy van ezután is élet, tehát szó nincs róla, hogy itt bármi lezárult volna, hanem hogy akkor elindul egyfajta diskurzus, amelynek már az én könyvem is része. Tehát, hogy ahhoz képes lehet már tovább mozogni. Tehát ez ilyen módon egy folyamatnak egy pontja, biztos, hogy kitüntetett pontja, de hogyha ott megáll a Móriczról való gondolkodás, akkor nem sokat ért szerintem a monográfiát. Megint én azt látom, hogy hál' Istennek nem állt meg. Tehát ugye azóta is ugye kutatások vannak, konferenciák és így tovább, úgyhogy ilyen szempontból ezt majd a jövő fogja eldönteni szerintem. Hát ugye attól is függ persze, hogy mit értünk kánonon. Tehát, hogyha a szerzőről kialakított közkeletű képet értjük kánon alatt, akkor nyilván valamennyire ez szándékomban állt ezen változtatni, mert hát, mint hogy Zsóf is utalt rá, hogy mi egyébért írtam volna meg a könyvet. Na most a másik dolog viszont, hogyha úgy értjük a kánont, mint hogy az irodalomtudomány érti, tehát egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy Szerb Antal az gyakorlatilag nem kanonikus szerző. Tehát ilyen szempontból nekem egyébként nagyon könnyű dolgom volt. Amit talán egy kicsit próbáltam érzékeltetni, így a szűkebben vett kánon szempontjából, hogy én azt gondolom, hogy Szerb Antal egy sokkal jelentősebb irodalomtörténész volt, mint szépíró. De hogy ez gyakorlatilag ma már itt senkinek nem lehet elmagyarázni, mert gyakorlatilag az a paradigma, amiben ő írt és gondolkodott, az lezárult, és voltak éppen szinte semmiféle folytatása nincsen. Másrészt viszont, hát ugye a regényei azok voltak éppen, hát így lehet mondani, hogy ilyen tipikus, hogy Részpál mondta egyszer, ilyen tipikus két világháború közötti regények, tehát hogy azok nem ilyen kanonikus művek, rengeteg érdekes dolgot el lehet róluk mondani, de hogy az egy ilyen szűkebb értelembe vett kánonnak nem hiszem, hogy valaha is a részeit fogják alkotni. Radnóti meg végülis egy túlkanonizált szerző volt, aminek az eredménye a végtelen leegyszerűsítés volt. És hát persze én is azt gondoltam, hogy egy pár dolgot el tudok mondani ezzel kapcsolatban. Ugye amivé redukálódott Radnóti életműve, az körülbelül a mártír költő. Na most hát nem volt mártír. Ez például rögtön úgy valahogy el lehetett, erre alkalmat adott ez a könyv, hogy ezt elmondjam. De hát persze mindig vannak kérdések, gondolom, amiket az ember így föltesz magának, meg hogy jó, gondoltam, hogy egy kicsit megjeleníteni a tágabb környezetet, tehát hogy a világirodalom felől nézve, vagy a világirodalomhoz hogyan lehet kapcsolni ezt az életművet, mert vannak. De ezt csak fölvillantani lehetett, de valamennyire próbáltam. De talán az egyik kérdés, ami izgatott, az volt, hogy milyennek a költészetnek a... Tehát, hogy mitől ilyen érdekes a utókor számára, az olvasók számára. Mert ugye hát az egy nem lehet esztétikai, hogy jó verseket írt, tehát ennél egy kicsit azért valahogy
specifikáltabban kell megfogalmazni. Ha az élet felül nézzük, hát ugye a tragédia, ami történt, hát mással is történt. Borban is halt meg, még egy költő, nem is rossz, aztán nem ez történt velük. És az életmű vizsgálata erre alkalmat adott, és ezért hát ugye nem száraz életrajz, hanem egyben az életmű vizsgálata, hogy itt egy nagyon erősen, nagyon erős a kohézió, egy nagyon integrált személyiségről van szó, aki egy nagyon integrált életművet hozott létre, és erre máshol talán nincs mód, mint ebben a műfajban, hogy a perifériákat is megnézni, hogy a műfordítások, a kis vacak könyv recenziók, de, hogy ezek a rádió előadások, hogy minden a prózai kísérletei, hogy minden egy nagyon tudatosan megkonstruált pálya, tehát énképből vezethető le, és minden a költészet felé mutat, tehát a költészetnek ez a nagyon elemi hatása, mondjuk szakmai oldalról nézve talán emiatt is lehet. Másfelől meg, ami szintén nagyon izgatott engem, hogy ez a különös képlet, ami szintén az én konstrukció része, hogy ugye ez a négy alapeleme az ő tudatának, 3-1, ami egy ilyen képtelen dolog, ez a megkésettség, hogy valaki a 30-as években úgy viselkedik, mintha a kiegyezés utáni évtizedekben élne, és ugye ez a magyar, zsidó, katolikus, kommunista vagy baloldali, hogy ez a négy ideológiai vagy vallási vagy valamilyen összetevőből, voltaképpen egymást kioltó ellentétekből hogyan hoz létre egy pillanatra működő egyensúlyt. És hát ezeket talán egy monográfia mindannyiunknak alkalmat ad arra, hogy ezeket a mániáinkat vagy észrevételeinket kifejtsük, vagy megpróbáljuk igazolni. Ez szerintem kitűnő végszó volt. Köszönjük szépen!